Itt épp az első Béla gimnázium diákjai veszik át az országban elsőként azokat a laptopokat, amiket a kormány biztosít a 9-es tanulók számára. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ez nagyon nagy dolog, hiszen azzal, hogy a diákok korszerű és modern számítógépekkel tanulhatnak, biztosíték arra, hogy a jövőben még több tudásra tegyenek szert. Az elmúlt 20 évben visszagondolunk, 20 évvel ezelőtt a mi korosztályunkban ilyen füzetcsomókat szoktak átadni évelején, és az mennyien nagy szó volt, most viszont egy több mint 300 000 forint értékű laptopot kapnak a diákok, tehát 20 év alatt ennyire felgyorsult ez a világ. A projekt első lépéseként 2022. február 15 és március 31 között 120 000 darab notebookot osztanak ki a 9. évfolyamban tanuló diákoknak és azoknak a pedagógusoknak, akik eddig még nem kaptak hordozható IKT eszközt. Magyarország kormánya 100%-ban finanszírozta ezt a fajta laptop átadást, és én azt gondolom, hogy ez nem csak a gyerekeknek, hanem a családoknak is egy nagyon fontos előny, hiszen nem minden család tudja megengedni magának, hogy középiskolás gyermeke számára egy 300 000 forintos laptopot vásároljon, így viszont az állam gyakorlatilag minden gyermek számára ezt biztosítja. A kormány az elkövetkezendő 4 évben összesen 560 000 tanuló és 55 000 pedagógus számára biztosít korszerű notebookot. Az összesen 201 milliárd forintból megvalósuló projektet a Klebersberg Központ koordinálja a tankerületi központok bevonásával.